Tisztelt konferencia, kedves kollégák! Elsősorban szeretném megköszönni a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek önökkel. Én foglalkozásomat tekintve főképpen régész vagyok, de foglalkozok Nagykároly helytörténetével is, és ezért döntöttem úgy, hogy bemutatom önöknek a nagykárolyi zsidók történetét Dióhéjban. Kezdetben engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a Nagykároly, illetve a Károly családról, hiszen a nagykárolyi zsidók története szervesen kapcsolódik a Károly családhoz, illetve az ő történetükhöz. Röviden tényleg csak néhány diányt fogom felvázolni azt, hogy hogyan jutott el a Károly családnak különböző tagja, ahol az időszakhoz, amikor a zsidóknak az érkezése megkezdődik Nagykárolyból, ugye ezt tudjuk, hogy Szatmár megy egyik legnagyobb birtokos családjáról volt szó, akik a kaplói nemzetségbe tartoznak, majd pedig az 1300-as évek második felében kezdődik meg az ő felemelkedésük, és 1400-as években kezdik meg a nagykárolyi kőház építését, amit folyamatosan szinte 100 évenként bővítenek. Néhány dia a családnak a családfájáról, kiemelve azokat a tagokat, akik fontosabbak és ismertebbek. Itt tényleg nincs sem idő, sem a konferencia tematikája, nem osztatok, hogy bemutassuk őket részletesen. Pirosan emeltem ki azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek fontosak jelen előadásban. Előadásban is, ugye az első ismert ősök András és Simon, majd ezt követően pedig az Ördög Simon az, aki a 1320-as oklevélben szerepel, majd pedig Bertalantól lehet tovább követni a családnak azon ágát, ahonnan származik Károly Mihály, majd Károly László, illetve az ő fia Károly Sándor az, aki a zsidókat Nagykárolyba hívja. Ugye ő volt az első főispán, aki már örökletesen megkapta ezt a címet. Hogyan nézett ki Nagykároly a 15. században? Négy fő utcáját ismerjük a városnak, akik már jártak nálunk, a kastély előtt elvezető út az úgynevezett Új utca, majd pedig a családi temetkezési helyre kivezető utca a Kaplony utca, a Bőrve, illetve az országhatár irányába vezet a Vada utca. Tehát ezek az utcák léteztek a 15. századtól kezdődően. Nagyjából a várnak a rövid történetét ezen a dián lehet leginkább megismerni. 1600-as évek második felétől beszélhetünk egy kőváról. Károly László az, aki megkapja a bárói címet. Itt elírás történt, elnézést kérek. Érte, 1609-ben kapják a bárói címet, majd pedig 1712-ben a grófit. A szatmári béke megkötése után 1712-ben kapja meg ezt Károly Sándor a család többi tagjaira, a lány és a férfi ági ivadékokra is. Néhány adat arról, hogy Károly Sándornak milyen tevékenysége is volt a szatmári békét követően, ugye elsősorban az elnyitott falvakat kellett újra benépesíteni, ezért svábokat telepítve 1711-be, majd pedig 1720 környékén érkeznek az első zsidók Nagykárolyba, szőlőtelepítési adománylevél, piarista gimnázium, ferences szerzetesek, majd pedig különböző növényeket kezdnek el termeszteni, huszárezred és a kaplonyi kripta kialakítása, amelyek fontosabbnak rendetek voltak ebben az időszakban. A városnak a térkép az első katonai felmérés alapján, amikre én dokumentumokban, illetve szakkiadványokban, témával foglalkozó kutatási leírásokban rátaláltam, az 1720-as években történik meg az első szerződéskötés Károly Sándor és egy Mosze Jekutel fia nevű zsidó személyi között, majd pedig a 20-as években érkeznek szintén az első rabbik, és kezdik a Károlyi családtól, Károly Sándortól bérbe venni a pálinka főzőket, sörfőzdéket, vámokat, malmokat, mészárszékeknek egy részét. Kezdetben különböző kedvezményeket ad a gróf, ugyanúgy, mint a svábok telepítésével is történt, majd pedig adóemelések következnek be, amit nyilván ugyanúgy, mint a svábok vagy más telepesek esetében is volt, aki jobban volt, aki nehezebben viselte, ezért vannak feljegyzések arra is, hogy bizonyos családok elköltöznek. Tanító bírókról is tudunk, majd pedig szerződéseket mind Károly Sándor, mind pedig a fia Károly Ferenc megújítja.
Egy Simon Lázáróban több feljegyzés különböző neveken szerepel, aki bíró is volt, illetve ügyintéző is az úgynevezett zsidó városrészben. Itt arról kell, az kerül feljegyzésre, hogy kávét, dohányt, bort, gyolcsot és hát a kor időszakában is úgymond különleges fűszereknek, szerecsendió gyömbér kereskedésével foglalkozik. Ez a bizonyíték arra, hogy már ekkor egy élénk kereskedelem zajlik a nagykárói zsidóság és más területek között. 41-ben Károly Sándor 50 telket adományoz nekik, és 10 házát adja bérbe. A 41-es szerződést, amit fontosnak találtam, és ezt többen kiemelték publikációjukban, egy Sámson Frankl és Sámson Izsák temesvári zsidókkal kötött, melyben neki kizárólagos jogot ad arra, hogy szappant főzenek, gyertyát készítsenek, kóserpészségről tudunk, rituális fürdőről, illetve már a zsinagóga is említésre kerül. Külön törvénykezésük is lett, amelyben nyilván részt vett egy gróf által megbízott személy is, de egyes dolgom a saját maguk, a saját törvényeink alapján tudtak ítélkezni. Iskolát említenek, és 1786-ban 1796 zsidó lakosa volt Nagy Károlynak, illetve nagyon sok tanul a piarista gimnáziumban is. Gyakorlatilag a város központi részén található üzleteknek a nagy része, és a mai hagyomány is azt tartja, hogy a banképületek nagy része, bérházaknak a jelentős része, ezek mind zsidó tulajdonban volt, egy-kettő visszakerült az egykori tulajdonosok leszármazottaihoz is. Feljegyzések vannak arról, a szabadságharcban is jelentős számú nagykárói zsidó vett részt, akik eljutottak egész magas katonai funkciókig, és több pedig büntetésképpen, aki a szabadságharcot túlélte, belesorozva a császári hadseregbe, egy-két személyről tudjuk azt, az Amerikai Egyesült Államokba vándorolt ki. Most a városnak ez a része gyakorlatilag itt található, a kastély, és ebben az irányban található a ma is zsidó köznek nevezett városrész, ahol a egyes házak stílusa még megőrizte azt a 19. század végi szecessziós stílust, ami szinte jellemző volt az egész városrészre. És a város egyik külső részén gyakorlatilag itt két utca területen alakult ki a két zsidó temető, illetve a város központi részén, tehát itt a kastély közvetlen szomszédságában voltak a nagyobb bérházak, de különböző más városrészen is említenek zsidó lakosokat. Múzeum tulajdonában található egy térkép az 1857-es évből, ezen a zsinagóga még nincsen rajta, de az izraelita temető az már itt szerepel, ez majd egy későbbi dián jobban látható is lesz. Ugye ma említésre került az aranykor, ami szintén Nagy Károlyban is látványos fejlődésnek indította a várost. A város jelentős üzletei, fűszerkereskedők, illetve ahogy a dián is olvasható, jelentős gazdasági része az ő kezükben összpontosult, ami nagyon nagy fejlődés jelentett a városnak, illetve a sokunk által ismert mestersnek is jelentős részét ők végezték, ezért voltak arany ezüstművesek, orvosok, hitközösségi képviselők, rabbik, mérnökök, jogászok, ügyvédek, és amint látható, a város lakosságához képest is egész jelentős volt a zsidó lakosok száma. Egy érdekes bejegyzést találtam Jászi Oszkártól, ami az első világháború után írja le Nagy Károlyt, ahol pezsgő élet volt, hogy hogyan is nézett ki a trianoni időszak után, ez látható idézőjelbe vastagított karakterrel szedve. Néhány dián fogom bemutatni azt, hogy Nagy Károly központja hogyan is nézett ki a századfordulón. Egy Nagy Károly régiségkereskedő Pop Oktáviának a birtokában több mint 350 Nagy Károly eredeti képeslap. Ő a zsidó közben lakik mindenek mellett, és képeslapoknak a nagy részén láthatók az üzleteknek a nevei, ahonnan egyértelmű válik, hogy ez a zsidó kereskedők tulajdonában volt, illetve személyes beszélgetésekből is megtudtam azt, hogy például az utolsó kalapkészítő Nagy Károly 1940-es években darabig bérbe vette az eredeti tulajdonostól az üzletét, majd mikor azt még el lehet adni, akkor megvásárolta tőle.
valószínűleg erről a Stern József által működett üzletről volt szó. Ez a mostani kastélyval átelemben az egykori vasas üzletnek a helyén található épület. Következő szintén fűszerkereskedők voltak, illetve Nagy Károly és vidéke újságnak az egyik nyomdája volt, illetve ez az egész üzletsor, ami itt látható, tehát ez a főútnak a bal oldala, a jobb oldalra található a kastélykert, itt mind ilyen nagy bérházak találhatóak. Amit még érdekességként említenek, hogy ez a városrész gyakorlatilag a 19. század végén alakul ki, amikor egy nagy tűzvész volt az 1800-as évek végén, ez szintén az egyik házból indul ki a zsidó negyedből, ahol gyertyaöntő műhely volt, innen indult ki a tűz, és a város jelentős része leégett. Itt még egy érdekességet említenék, hogy 1800-as évek elején, és jó ideig a Szatmár németi nem engedte meg a zsidóknak a beköltözését, vásárok után, tehát a üzletek zárásakor el kellett hagyják a várost, és azért egy alkalommal ezt a nagykárolyak megelégelték, és felvásárolták az összes gyertyát, összes fagyút a környéken, és két napig Szatmárnak nem adtak el gyertyát, ezért a város az teljes sötétségbe volt két napon keresztül. Ez a már említett egykori vasas üzletek a helyén levő épület, ami szintén gazdag polgárcsádok kezében volt, illetve ők működtették. Teljesség igénye nélkül egy szatmári orvos gyűjtött össze a Szatmár megyében dolgozó és élő zsidó orvosokat, itt a nagykárolyakat soroltam fel a teljesség igénye nélkül, vastagított karakterrel, illetve őket emeltem ki. Ugye Jászi Ferenc volt az orvos, aki a szegények orvosa néven is ismert volt Nagykárolyban, a Piarista gimnáziumban is ellátta a diákokat ingyen, illetve rövid ideig az Adi család orvosa is volt. Dajs Márton tüdőgyógyász az elsők volt azok között, akik külföldön, többek között Bécsi és Francia egyetemeken tanultak, majd visszatértek hosszabb, rövidebb időre Nagykárolyba, és Budapest mellett Nagykárolyban is tevékenykedtek, több nemzetközi publikációjuk volt kutatási területükön, illetve Szirágyi György, akiről a fotó látható, mikrobiológus volt, ő szintén neves egyetemeken tanított, és több külföldi publikációja is volt. Szintén teljesség igénye nélkül a nagykárolyi zsidó kereskedők, értelmiségek, illetve néhány reklám és újságcikk. Egyébként nagyon sok reklámra lehet rátalálni a nagykárolyi újságban. Mint látható, gazdagon aktívan részt vettek a nagykárolyi kulturális és gazdasági életben. Sok névileg leszármazott visszatért ide után Nagykárolyban. Néhány fotó, akikről fellehető volt egy-egy információ a hitéletre vonatkozólag. Hát a 1720-as években már említésre kerül egy zsinagóga, majd pedig a nagykárolyi közösség a Sadus Quante irányzatra csatlakozott, majd pedig leginkább az ortodox hitközség, amely Nagykárolyban megerősödik, és gyakorlatilag mondhatjuk, hogy vezető szerephez is jut. Több két zsinagógája is volt a városnak, 3-4 imaházról tudunk, illetve teljes városrészben ki volt alakítva minden, ami az ott léthez szükséges volt. Itt még megemlíteném azt, hogy idősebb korosztály, aki a 75-90 közé sorolható, még emlékeznek arra, hogy az ortodox, vagy főképpen a haszid irányzathoz tartozó zsidók milyen öltözékben jártak, hogy reggel be kellett menni szombatonként meggyújtani náluk a tüzet, vagy egy-két házi munkát elvégezni. Tehát ez a 30-as évek végén, 40-es évek elején még gyakorta lehetett velük a város különböző részein találkozni. Aki Nagykárolyhoz köthető, még tehetem a Joer rabbi, aki 1920-as évek második felében, 25-26-ban hívják meg Nagykárolyba. Szerencsénk van, mert az egyik Szatmár megyei közlőnek az 1925-ös kiadványa az bekerült a Nagykárolyi Városi Múzeumba, és ebben pont benne van az a két rövid újság hír, amelyben feljegyzik azt, hogy küldöttség meg Máramaros szigetre, és meghívják őt, holott
már Nagy Károlyt másnak szerették volna szánni, illetve több más helyi információ van benne az újságban, hogy többen kérik a dobolásnak az elhalasztását, a vádországos vagy a heti vásárnak a megtartását, mert különböző zsidó ünnepek miatt, és ezt kezdetben a városvezetőség engedélyez is. Ebből azt is megtudhatjuk, hogy egy jelentős, komoly, úgymond hatalommal befolyásoló érő közösség élt Nagy Károlyban. Gyakorlatilag itt elolvasható neki a Nagy Károly tevékenység, utána pedig Szatmárnémetiben folytatja, és gyakorlatilag innen kerül majd kis Weissbe, Jeruzsálembe és New Yorkba. A Nagy Károly zsinagóga egy nagyon szép, impozáns épület, ami 1860-as években épült, majd 1866-ban kezdődik meg az építése, majd 1890-ben készül el. Egy kolléganőnk foglalkozott bővebben a témával, kb. 30 méter magas, mózesi kőtáblák láthatók a tetején, illetve olvasható egy feliratot is, hogy szóld ránk fényességed vég nélkül, illetve az udvarán látható a holokauszt áldozatainak készült emlékoszlopa is, amit 1946-ban avattak föl. Néhány fotó a zsinagógáknak a belsejéről. Sokáig nagyon romos, elhagyatott állapotban állt, pár évvel ezelőtt a külső részét renoválták, illetve gondnoka mindig volt, aki rendben tartotta az épületet, és aránylag a benti része egész jól néz ki, a mennyletét felújították, terve van most véve a zsinagógának a használata is. Néhány újabb, vagy szintén nemrég készült fotó a zsinagóga belsejéről, vagy pedig mellette a város közvetlen tőle, hát kb. 25-30 méterrel lejjebb az úgynevezett kis zsinagóga, amely gyakorlatilag már teljesen elvesztette formáját, ami arra emlékeztetné, hogy ez milyen célt szolgált. Ez szőnyeggyárként, lakóházként, fitnessteremként használták, jelenleg egy játszóház működik az épületben, tehát gyakorlatilag csak a nagykárok tudják, hogy ez volt az úgynevezett kis zsinagóga. A zsidó temetőről néhány mondatot, hogy a város melyik részén helyezkedik el. A Nagy Károlyban Nagyvárad irányába megyünk, ott van két utca, és ott található a két zsidó temető. A Nagy Károly környelben a régi és az új zsidó temető néven ismert. Van egy gondok, gyakorlatilag a Szatmár megyei zsidó közösséghez tartozik, és hát ha az ember felhívja a közösségvezetőt, illetve a temetőőrt, akkor elméletileg többé-kevésbé be lehet jutni. Mi szeretnénk minél előbb dokumentálni a sírköveket, amennyire még a felirat olvasható rajtuk. Ugye a díszítések, amelyek a sírköveken találhatók, és a formájuk az itt olvasható. Egy nagyobb fotó, ez a régi zsinagóga, több téglából készült családi sírbolt is található, illetve az újban pedig a holokauszt Nagy Károly és Nagy Károly környékeinek áldozatainak emlékére emelt emlékmű. Látható 1948-ban állították, majd 1997-ben újították ezt fel. Egy rajz és fotó a sírkövekről. Illetve a Nagy Károly deportálásról mondanék néhány gondolatot így az előadás vége felé. Egy neves zongora tanárnőnek írt levéllel kezdeném, akikhez nagyon sokan jártak, amely tükrözi azt a hangulatot, ami Nagy Károlyban is volt már a zsidó törvények megkezdésekor, illetve a munkaszolgálatok bevezetésekor. És néhány adat, hogy 41-ben 2255 zsidó lakosa volt Nagy Károlynak. A gettó kialakítása az egykori téglagyárak helyén történt meg, majd mivel idehozták be Nagy Károly környéki zsidó lakosságot, és ami elég nagy volt a környező falvak lakosságához is képest, szűknek bizonyultak a téglaszárítók, illetve az épületek, illetve a körülmények sem voltak már ehhez teljes mértékben megengedettek, ezért Szatmárnémetibe helyezik át, és végül is Szatmár megyének a zsidó lakosságát azt a sárgával jelzett részre viszik át, és mintegy 19 ezer zsidót szállítanak Auschwitzba Szatmár megyéből. Itt látható néhány fotó, illetve a
visszatérés és a jelenről nagyon kevesen térnek vissza Nagykárolyban, körülbelül egy olyan 400, aminek a száma talán kicsit emelkedik. Újra szervezik a közösséget, ami valamennyire működik egy hosszabb, rövidebb időszakig. A folyamatos csökkenés áll be. Én gyerekkoromban még emlékszem, hogy a tömbházlakásokkal szemben volt egy Halasics nevezetű bácsi, akivel sokszor beszélgettünk. Ő volt talán az utolsó, aki vezető szerepet töltött be a hitközség életében, ő a 2000-es évek első felében halt meg. Jelenleg egy olyan 3-4 zsidó lakik Nagykárolyban, nyaranta szoktak hazalátogatni azok, akik Nagykárolyból főképpen az Egyesült Államokban, illetve mivel Nagykároly is főképpen egy haszit közösség volt, kevesen mentek Izraelbe, nagy többségük az Egyesült Államokba telepedtek le, de Ausztráliába, Új-Zéland, illetve Izraelbe is költöztek el Nagykárolyból. A zsinagógára, amit említettem, az önkormányzat terbe vette azt, hogy az épületet átveszi és felújítja, és ezt kulturális célokra tudjuk majd használni. Ami már előrelépésű előzetes bejelentés alapján a zsinagóga az idegenvezetéssel, vagy a múzeum munkatársai, vagy a turisztikai iroda alkalmazottai által látogatható. Kiadványokkal, hát Csirák Csabának jelenleg egy könyv a Szatmári zsidó emlékek, amelyben Nagykároly Szatmári lész, illetve Partium és főképpen Szatmár környékének, a zsidóságának a története került bemutatásra. De 2019-ben jelent meg egy kétnyelvű könyv Izraelben, ami főképpen Nagykárolyra összpontosít. Köszönöm szépen a figyelmüket!